Lengyel Ferenccel beszélgetek egy győztes mérkőzés után, ugyanis sikerült 2-1-re megverni a Baját. Hát erről beszéltél az előzetesben, hogy ugye a Baja az egy elég hektikus csapat. Most akkor hála Istennek nekünk sikerült őket legyőzni. Igen, hát hála Istennek meg a srácoknak. Én úgy gondolom, hogy most elsősorban nem a Baja játszott gyengén. Hál' Istennek most azt mondhatom, hogy a srácok játszottak jól. Tényleg a 90 perc nagy részében azért nagyjából az történt, amit szerettünk volna. Ami bosszúságot okozhat, hogy a végét szorossá tettük, ebbe talán én is benne voltam, egy kicsit cserélni akartam, hogy mindenki játszon, akinek úgy fontos, ugye ilyen feladatunk is van. A másik pedig az, hogy a mérkőzés során hát rengeteg olyan szép akciókat vezettünk helyzetig, amiből számtalan gólt lőhetünk volna, nyugodtan mondhatom ezt, és hát ebből idézőjelben csak 2 sikerült. Tehát ez a 2 dolog, ami bosszanthatna engem, de nem bosszant. Én gratulálok a srácoknak, egy nagyszerű teljesítmény volt, amit már régóta várunk azért. Most már meccsről meccsre fejlődik a csapat, és egyre jobban játszik, én azt gondolom. Tehát van azért fény az alagút végén? Hát nehéz idény, ezt kár titkolni, de hát a mai játékból, ha indulunk ki, mindenképp azt mutatja, hogy ez a játékkal az NB2-ben mindenhol eredményesek lehetünk. Most ezt valahogy erre a 3 meccshez ki kell tolni, én úgy gondolom, hogy sikerülni is fog. Köszönöm szépen!